4 milliárd buszokra, 1 milliárd közvilágításra, döntött a közgyűlés. Felkészült a gyerekek fogadására a szivárvány. Önkormányzati, szaknapközi és vidéki táborok is várják a nebulókat. Utolsó egyeztetések a júliusi egyetemi világbajnokság előtt. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Ez a Pont ma 2014. június 19-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Közel 4 milliárd forint hitelt vesz fel a város. Ebből új buszokat vásárol az önkormányzat. Erről is döntött a pécsi közgyűlés csütörtökön. A közvilágítási rendszer is megújul ezen kívül. Erre 1 milliárdot fordít Pécs. Eddig évente 500 millióba került az utcai világítás. Az új takarékos rendszerre kevesebbet kell fizetni. A beruházás 8 év alatt megtérülhet. Európa zöld fővárosa címre pályázik Pécs, erről is döntött csütörtökön a pécsi közgyűlés. Az ellenzéki politikus szerint a cím elnyerése után sokat tanulhat a város a külföldi példákból. A nyugat-európai gyakorlat nem ugyanaz, mint amit itt gyakorlatként próbálnak meg eladni. Tehát, hogyha már erről nyílt viták lesznek, ez már nagyon sokat jelenthet. Én gondolok a másikra pedig a szubszidiaritás elvére, ami annyit jelent, hogy egy önkormányzat, egy helyi közösség az ura a helyi erőforrásoknak, és tud azokkal rendelkezni. Ilyen lehet például a pécsi Uránérc, mondja Kóbor József. Hitelfelvételről is döntött a város, új buszokra kap pénzt. Ez egy 4 milliárd forintos hitel, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pécsi buszoknak egy újabb nagy csoportját, nagyjából egy harmadát még a meglévőnek le lehet cserélni. És akkor már tényleg azt kell mondjam, hogy már az utolsó lépés választ el bennünk a teljes cserétől, ami az egész busz állományra terjed ki. Megújul a pécsi közvilágítás is. Eddig évente 500 millióba került az utcai lámpák működtetése. Most 1 milliárdból korszerű, takarékos égők adják majd a fényt éjszaka Pécset. Ezzel 1 milliárd forintos programmal véletlenül egy olyan programot tudunk végigvinni, ami azzal jár, hogy nagyjából 7-8 év alatt megtérül ez a ráfordítás, tehát akkor vagyunk null szaldón. Egy illegálisan működő hulladéktelepet számol fel a város. Pécs Vasason engedély nélkül tárolnak mintegy 6500 tonna bontási törmeléket. Hiába jelentette fel a céget a város, hiába büntetett a zöld hatóság, nem szállítja el a hulladékot a cég. Az önkormányzat döntött arról, hogy pénzügyi támogatást keresve, és a telekhez való hozzáférést elérve felszámolja legkésőbb ősszel ezt az illegális lerakót. 15-20 millióba kerül a felszámolás. Ezt később, a telek elárverezése után megkaphatja az önkormányzat. A közgyűlés egyébként 42 ügyben döntött csütörtökön. Szinte percek alatt kapkodták el a legújabb szelektív hulladékgyűjtő edényeket Kertváros családi házas övezetében. Az új kukák annyira népszerűek, hogy szinte kígyózó sorok alakultak ki a kék és barna edényekért. Már több mint 2000 háztartásban használják, és a napokban további városrészekben osztják ki a színes edényeket Pécset. A családi házas környezetben a meglévő hagyományos gyűjtőedény mellé a lakók egy növényi hulladék gyűjtésére szolgáló edényt, valamint egy szelektív gyűjtőedényt is kapnak, méghozzá ingyen. Az utóbbi kék színűbe papír, műanyag fém, de még teljes doboz is belerakható. A barna kukákba pedig a növényi hulladékokat tehetik a pécsiek. Pécs rendezi az egyetemisták és főiskolások 2014-es birkózó világbajnokságát július 7 és 12-e között. A FISZU végrehajtó bizottságának lausanne-i ülésén szavaztak a magyar pályázat mellett. A világbajnokság rendkívül sokat jelent a város és az egyetem életében, és hozzájárul ahhoz, hogy a hazánkban eddig kevésbé népszerű egyéni sportágak felvirágozzanak. Az utolsó simítások vannak hátra a júliusi egyetemi birkózó világbajnokság előkészületi munkálataiból. A program összeállt, a nevezések folyamatosak, a magyarok is erős csapattal képviseltetik majd magukat a világeseményen. Nagyon aktívak vagyunk, hát világbajnokságot szerveztünk, egy részről, más részről pedig rengetegen járnak egyetemekre, hál' Istennek a birkózók közül. Van egy kettős életút programunk, ami segít éppen, hogy azok a sportolók, akik magas színvonalon teljesítenek, azok ugye el tudják végezni ezeket az egyetemeket is. Tehát ez egy működőképes rendszer jelenleg.
A Magyar Birkózó Szövetség szakmai támogatást nyújt az egyetemi világbajnokság szervezésében és lebonyolításában. A birkózásban is most már rámennek a továbbtanulásra a fiatalok, tehát nem elégednek az, hogy a kötelező iskolát elvégzik, hanem egyetemre, főiskolára járnak, és tulajdonképpen nagyon sok válogatott van az országok, tehát különböző országoknak is a válogatottja is benne van az egyetemi és főiskolai válogatottban. Úgyhogy itt Pécsen is például ugye a Lőrinc Viktortól kezdve sok válogatott meg fog jelenni ezen a versenyen. A szakmai egyeztetések mellett a sportcsarnok felkészítése zajlik a világeseményre ezekben a napokban. Most épp a napokban folyó újabb egyeztetések kapcsán már a különböző díszvendégek, a külföldi bírók, a versenyzőknek a véglegesítése, a szálláshelyeknek a rögzítése, a sportcsarnok előkészítése, kisebb felújítási munkátok folynak itt nálunk a sportcsarnokban, festés, különböző termeknek a felújítása, ami méltóképpen tudja majd fogadni a versenyzőket. A világbajnokság július 7-e és 12-e között lesz a Lauber Dezső sportcsarnokban. A Pécsi Tudományegyetem sportolói közül a 48 kg-ban induló Mihálovics Ivetnek szurkolhatunk, aki idén nem csak az egyetemisták között volt súlycsoportja legjobbja, de az országos döntőt is megnyerte. Németh Zsolt pedig az egyetemi és főiskolai országos kötött fogású bajnokság győztese volt 59 kg-ban. Friss zöldségek és gyümölcsök a munkahelyen. Pécsre is eljutott a mozgópiac, melynek lényege, hogy irodaházakba és munkahelyekre települnek ki pár órára az őstermelők, így a dolgozók ebédszünetben vagy cigiszünet helyett háztáji termékeket vásárolhatnak egyenesen a termelőtől. Csütörtökön a Fészek irodaházba látogatott a piac, egyelőre 7-10 termelővel. Sokan időhiány miatt nem jutnak el a piacokra, még akkor sem, ha a városban szerencsére egyre több van belőlük. Épp ezért a kezdeményezés szervezői a jövőben szeretnék tovább népszerűsíteni a mozgópiacot, mind az őstermelők, mind pedig a helyi cégek irodaházak körében. Az imént látott témához kapcsolódik mai stúdió vendégünk is, Botos Anikó, akit szeretettel köszöntök, és a Közösségi Termelői Program Nonprofit Kft.-nek a szervezője, oszlopos tagja, mert ezen kívül még egy nagyobb posztot is betölt el, arról, az ügyvezető igazgató is ebben a történetben. Ez a mozgópiac igazából mit tette szükségessé mindezt? Ez egy új, de már úgy tűnik, hogy nagyon sikeres vállalkozás, hiszen a vidéki városokba is eljutnak, és az eredeti helyszín azért Budapesten indul ki minden. Igen, ez a cél, hogy az egész országot lefedve tudjuk népszerűsíteni a helyi termékeket, mivel célunk az, hogy összehozzuk a keresletet a kínálattal, lerövidülve az élelmiszerlánc, így ugye közvetlenül a fogyasztókhoz jut el a termelőktől. Tehát a mozgópiac program az arról szól, hogy pár órára kitelepülnek a termelők egy kicsi helyi termelői piac formájában az irodaházakba, székházakba, és így az ott dolgozó emberek tudnak helyi termékeket közvetlenül a termelőtől vásárolni. Ezek a helyi termékek ugye kiskertekben a háztáiban megtermelt termékekről van szó. Gondolom ezek vegyszermentesek, tehát hagyományos receptek alapján készülhetnek esetleg ezekből különféle finomságok, főételek, mellékételek, sütemények, ebédek. Pontosan. Biztos, hogy sikere van, de mi a tapasztalat így országosan eddig? Tehát, hogy nagy az érdeklődés, kezdik megszokni, tudnak róla az emberek, mert ugye itt a mai napon Pécsett is volt egy ilyen, már le is zajlott, és már most azt érzem, hogy milyen rövid ideig voltak itt, és milyen jó lenne, ha legalább egy pár napot itt töltenének. Mi a tapasztalat? Nagyon népszerű, főleg a dolgozók körében. Elsőre mindenki meghökken, hogy úristen, piac jön az irodába, hogy ez nem annyira kompatibilis. Próbálják szoktatni magukat a gondolathoz, de amikor megjelenünk, általában szoktunk egy próbanapot tartani, és utána dönti el az adott helyszínen lévő irodaház, hogy szeretne még minket visszahívni, és eddig mondhatom, hogy mindenhova visszahívtak minket, mert ez egy nagyon kultúrák keretek között létrejövő eseményünk. Inkább, ami egy kicsit pár perc kikapcsolódás is, pár percet teszünk az egészségünkért, mert ugye ezek, ahogy említette is, egészségesebb élelmiszerek, mind a mellett az ökológiai lábnyoma is csökken az irodaháznak, az ott dolgozó embereknek, mert a helyi termékek nem utaznak annyit, és közvetlenül a helyben megtermelt, akár feldolgozott, akár friss termékeket tudják fogyasztani az emberek.
Milyen gyakran, hol a következő helyszín? Tehát naponta mennek máshová, vagy pedig azért feltöltődnek mindenféle értelemben, és hogy hetente egy ilyen akció van? Próbálunk azért kis szünetet tartani, tehát a lehetőség az adott, bővül folyamatosan a csapat is, tehát egyre több ember dolgozik, sok önkéntessel is dolgozunk, próbáljuk a kismamákat akár pár órára bevonni, aki ráér a baráti körbe is, és jelentkeznek is, mert sokan szívükön viselik ezt a témát, tehát a gazdáknak a sorsát és az egészséges életmód követő is nagyon szeretik a mi termékeinket, de van, amelyik hét sűrűbb, van, ahova havonta, van, ahova két hetente járunk vissza, hát egy héten olyan három piac átlagban már szokott lenni, és március végén indult a program, ezért azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy mennyire sikeres, de eddig Budapesten tartottunk piacokat, Pécs az első vidéki helyszín, és nagyon örülök neki, mert tényleg gyönyörű város, és nagyon kellemes környezet a piacnak is. Hány munkatársuk vesz ebben részt, amikor egy ilyen piaci nap van, akár a kirakodásban, az árusításban? Tehát hányan utaznak le például? Most hárman jöttünk le, de mi nem veszünk részt az árusításban. Tehát itt fontos kiemelni, hogy a termelő tudja a saját portékáját értékesíteni. Ő az autentikus, ő az, aki el tudja mondani, hogy miből készült, hogyan készítette, hogyan termelte, ha használt egyáltalán vegyszert, akkor miért. Tehát rögtön az első leges forrás, ahonnan jön az információ, és szerintem nagyon fontos alapja a bizalomnak, hogy ő utána nem fog odaállni, ha nem visz olyan megfelelő terméket, amit rögtön a vásárlónak kínál, tehát itt kialakulhat egy olyan személyes kapcsolat a termelő és a vásárló között, mint a piacon általában, hogy megéri visszamenni akár a Józsi bácsihoz, a Gizi nénihez, mert tudja, hogy tőle milyen terméket fog, melyik tyúk tojta azt a tojást, akár el tudja mondani. De van olyan piacunk, ahol csak egy ember tud menni pont azért, mert nem is szükséges annyi koordináció, de mivel az üzemeltetőnek mindig jelen kell lenni, és próbálunk mi is úgy mindenhova osztódni, hogy ott legyünk. De Pécsre, mivel ez egy új helyszín, és itt azért új dolgok is felmerülhetnek, ezért jöttünk többen. Pécsre mikor tudnak újra visszajönni? Tehát mondjuk esetleg egy hónap, két hónap múlva, hogy tervezik? Vissza tudunk jönni, amikor igény van rá, tehát szerencsére azért van akkor a gárda ebben a csapatban, hogyha ha szeretnék, akkor bármikor. Itt is úgy gondoltuk, hogy az első alkalom után felmérjük, hogy milyen a fogadtatás. Szerencsére nagyon örültek neki az ott dolgozók, és ezért úgy gondoljuk, hogy lesz folytatás a Pécsen is. Tehát ha van olyan irodaház, aki szeretne ebbe részt venni, akkor várjuk a megkeresést. És van egy honlapjuk is, a mozgópiac.hu, itt lehet esetleg jelentkezni, érdeklődni, ott vannak az elérhetőségek feltüntetve. Igen. Köszönöm szépen, Botos Anikó, hogy ide fáradt, és köszönöm. Megosztotta ezeket a nagyon fontos információkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Évek óta nyári napközik táborok sora nyújt biztonságos elhelyezést, élményszerzést a vakációzó gyerekeknek. Mindez pedig a Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekháza szervezésében zajlik. Önkormányzati, szaknapközik és vidéki táborok is várják a nebulókat. Na, kezdjük, jó? Figyeljetek! Javában zajlik a nyári napközi a Szivárvány Gyermekházban. Éppen társasjátékok halmaza köti le a vakációzó gyerekek seregét. A dráma foglalkozás, ez nekem nagyon tetszett, akkor most ez a társasjátékos is nagyon jó. Meg úgy nekem is a Kresszpark tetszik még nagyon. Június 16-án kezdődött a 6-7-es önkormányzati napközi a Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekházában. Ezen kívül szaknapköziket is tudnak biztosítani. A hagyományosan a természetdúvárok hete lesz majd minden, ami gép napközi. Ugye ez egy városjáró napközi mindkettő, ahol nagyon érdekes helyszínekre látogatnak el a gyerekek. Például elmennek majd a szennyvíztelepre, a biokomhoz, különböző gépes peckó helyekre, ha lehet így fogalmazni. További táborok, kézműves tábor, a szivárvány műhely, itt festési technikákat lehet majd tanulni. Augusztusban vannak táborozási lehetőségek is a gyermekház keretén belül. Ezek kicsit nagyobb gyerekeknek szólnak. Ilyen például az Őrség, ahova hetes turnusokba lehet jelentkezni. Ez honismereti és néprajzi tábor, mely egyúttal természetjárással kapcsolatos, mely kirándulásokat, biciklis túrákat is jelent. Ez augusztus 14-től 19-ig lesz ez a tábor az Őri Magyarózsdi Napfény Ifjúsági Szálláson. Ez egy nagyon szép helyszín,
közel vannak az őrségi tavak is, és nagyon változatos program lehetőségek vannak. Hát itt az a cél, hogy a gyerekek egy kicsit ismerkedjenek az őrség természeti értékeivel, néprajzával, és hogy természetesen jól érezzék magukat egy játékos formában. Augusztusban a kicsiknek a malom melléki tücskörésző tábor a sláger. Ez valójában egy kézműves és természetismereti tábor, amelyet az Orfűi Kézműves Egyesülettel szervez a Pécsi Kulturális Központ. Ez 7-12 éveseknek szól, mely napi ki, illetve beutaztatással jár. Előnye, hogy a városi gyerek falusi környezetben jó levegő nyaralhat. Újabb sikeres program zárult a Pécsi Büntetés Végrehajtási Intézetben. Az elítéltek vizuális művészeti technikák és nemformális nevelési eszközök segítségével csapatépítő és önismereti fejlesztő tanfolyamon vettek részt, valamint egy fűszerkertet is kialakítottak. Borsmenta, zsája, mettélő, fokhagyma, ezeket a fűszernövényeket fiatalkorú elítéltek ültették. A kert kialakítása egy program része volt, amelyben több mint 30 fogvatartott vett részt a Pécsi és a Kecskeméti Büntetés Végrehajtási Intézetben. A fiatalkorú rabok csapatépítő és önismereti tréningen fejlesztették képességeiket. A legtöbbet így az emberi tényező jelenti szerintem ebben a munkában, az, hogy mi csugázunk feléjük. Az, hogy a jót keressük-e bennük, hogy elhisszük-e azt, hogy ők is képesek dolgokra, és hogy vannak bennük értékek. A Pécsi Szintér Egyesületnek ez volt a harmadik hasonló projektje a pécsi börtönfalain belül. Korábban falfestésben vettek részt az elítéltek, most pedig a kertépítés mellett festettek is a fiatalok. Mindig van visszaút, és a visszaút építése eszköze lehet az, hogy rajzoltok, énekeltek, fűszerkertet készítettek. Sosem késő változtatni egy embernek az életén, ezt mondta Kővári János önkormányzati képviselő a záró eseményen. Dékány Zsolt intézet parancsnok szerint egy zárt világban két fontos küldetése is van az ehhez hasonló programoknak. A személyiségüknek a megváltoztatására irányul, hiszen ők korábban bűnkövettek el, most a bűnhődés fázisában vannak, de szabadulni fognak, és annak érdekében, hogy a szabadulás utáni időszakban sikerrel tudjanak beilleszkedni, ahhoz szükség van bizonyos személyiségjegyeknek a módosulására. A programban résztvevők alkotásaiból egy szabadtéri kiállítás is látható volt a börtönudvarán. Július 4-e és 6-a között rendezik a 32. Mária Gyüdi ifjúsági találkozót, melyre 16-35 év közötti fiatalokat várnak a szervezők. Az idei téma a párkapcsolat férfi-női identitása, párválasztás, szerelem, házasság és gyermekvállalás. A nagy múltra visszatekintő rendezvényre, melyet Nagy Norbert atya irányításával a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referatúrája szervez, a korábbi évekhez hasonlóan több mint 100 fiatalt várnak. Ebben az évben is színes programokra számíthat minden feltöltődni vágyó, írja a Pécsi Újság. Az idei motto nem jó az embernek egyedül lenni. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. 4 milliárd buszokra, 1 milliárd közvilágításra, döntött a közgyűlés. Felkészült a gyerekek fogadására a szivárvány. Önkormányzati, szaknapközi és vidéki táborok is várják a nebulókat. Utolsó egyeztetések a júliusi egyetemi világbajnokság előtt. Ez volt a Pont Ma, a Pécs TV hírműsora. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!